teltház előtt fantasztikus hangulatban készülhettünk utolsó hazai fellépésünkre az EHF Kupa csoport körében. A Rosszovdon elleni találkozót nézőcsúcsot jelentő 2300 szurkoló tekintette meg az Érd arénában. A mérkőzést jobban kezdték a vendégek, ám 4 gólosnál nagyobb előnyt nem tudtak kialakítani, így az első félidő hajrájára utolértük ellenfelünket. Kevesebb mint 5 perc az első játék részből. Klivinyi 1-1. Bulatovic a szélről betalál, fekete, de hogy? -9 után azonban nem tudtuk átvenni a vezetést, végül 10-13-mal zártuk a játék részt. A Rosztov egy BL szintű csapat, ezt most láthatta mindenki feketén-fehéren. Nem is tudom, hogy az EHF kupában mit keresnek. A másik pedig, hogy egy olyan játékvezetői felfogást kaptunk, amihez egyszerűen nem tudott a csapat alkalmazkodni. És hát úgy gondolom, hogy a videkezésünket ez egy picit magas feladat elé állította, és hát ezzel a felfogással támadásban se tudtunk mit kezdeni. Nem szabad elfelejteni, hogy ez egy nagyon jó csapat. Megmutatta, hogy ő miért volt a BL-ben, és hogy oda is tartozik. Mi meg azt mutattuk meg, hogy próbálunk ezzel az erővel megküzdeni. A térfélcsere után tovább küzdött csapatunk, minden játékosunk lehetőséget kapott, de az orosz lista vezető növelni tudta a különbséget, végül 30-19-re győzött. A Rosztovban nagyon jól játszott, és úgymond minden összejött nekik. Lehettünk volna mi is jobbak, most ez egy ilyen nap volt nekünk, hogy nem, tényleg nem, senkinek nem jött ki úgy a lépés, ahogy kellett volna. Csapatunk vasárnap a csoportkör utolsó fordulójában a Bietigheim otthonában lép pályára. A tét a legjobb 8-ba kerülés, az összecsapásra külön szurkolói busz indul Érdről. Kap a társaság egy kis pihenőt, hiszen muszáj gondolatokat összeszedni, egy kicsit a kézilabdán kívüli világgal is foglalkozni, és utána nagy erővel és elszántsággal nekiugrunk ennek a mérkőzésnek. Nagyon bízunk benne, hogy az a hihetetlen küzdeni tudás, ami ezt a csapatot jellemzi, egy fair, korrekt mérkőzésen a javunkra fogja eldönteni a továbbjutást, hiszen ez egy kiki mérkőzés. Aki nyer, az megy tovább a Rosztovval. Készülni fogunk, tényleg mindenre szerintem átolzsaik föl fogunk készülni, minden egyes lehetőségre, minden támadásba, védekezésbe, mindenhogyan, úgyhogy nagyon komolyan fogjuk venni, és tényleg oda fogja rakni magát mindenki. We'll be right back.